Utána is kezdett csupálni. Tényleg így leültem, és rögtön megkezdődött a csupálás. Szóval... Meg innen föntről tökre lehet látni, hogy pont jó szögben vagyunk. Látod, hogy vannak a kisebb hullámok, amiket normálisan hullámoknak látunk, de ezek a kisebb hullámok ilyen nagyobb hullám tömbökben mozognak. Látod, ott jön egy nagy vastag csík, ami rengeteg hullámból áll, és most törik meg azt a kövön. De vannak ilyen meta hullámok ahhoz képest, amiket mi ott a parton hullámnak látunk. Igen, és ez is olyan, mint egy fraktál, mert hogyha közelről, még közelebbről néznéd, akkor azok a kicsi hullámok, amik most a legkisebbeknek tűnnek a szemünkben, azok is meta hullámoknak tűnnek, mert azok is sokkal kisebb hullámokból lennének. Persze. Ez egy fraktál. Ez is egy fraktál. És a nagyokon még tök jól lehet látni, az elég lassan mozognak, hogy, van, hogy kettő találkozik, és kioltják egymást, és mindig azok a nagy hullámok, amik a köveken ilyen tajtékzanak és nagyon durván megtörnek, az mindig van olyasmi, hogy, ezekből a hullámokból vagy kettő találkozik, és összeadódik az amplitúdójuk. De olyan hullámnak is jó érzés lehet lenni, aki egy ilyen pici hullám, és akkor egyszer csak érzi, hogy jön egy alapvető hullám, és arra így ráfeküdni. Igen. Szóval is érdekes, hogy ezek a hullámok bezsúfolódnak ebbe a kis öbölbe, hogyha látod ott a legalját, akkor lehet látni, hogy ilyen, hogy nagyon pici a hullámok hullámhossza, tehát ilyen egészen pici kis izgés mozgás van. Amikor kijebb nyitsz, akkor kint meg egyre nagyobbak a legkisebbnek látszó hullámoknak a hullámhosszai. Amint ugye így összetorlódnának az öbölben. Tényleg. Hát érted, valószínűleg ez is történik. Olyan vagy innen nézve, mint egy ilyen isten, így a felhők között vagy, és az előbb, ahogy még így mutogattál, olyan, mintha te irányítanád a hullámokat. Hát ez kedves. Jó, ne aggódj, nem egy ilyen keresztény isten, hanem valami, ahol sok van. Ja, na ja, úgy jó, hogy egy ilyen isten. Egy isten, igen. Az úgy jó. Ez a monoteista szemszög, ez nem... Nekem se tetszik igazán. Nem, az úgy jobb, amikor az van, hogy szia, a másik isten ott a hegyen, a mi újság? Megfőzöm még a reggelimet, az asszony nagyon kíván, de aztán megyek a juhokat legeltetni, akkor találkozhatunk utána a kocsmában. Jó. És akkor így mész, és mindenütt ilyen istenek vannak, az úgy király. Igen, nekem ez a sintoista hozzáállás tetszene. Ja, hogy sziasztok, fűistenek. Hello. Jó, igazából azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy ez a... Hogy egy szellemnek, vagy Istennek szoktuk nem ezt a kamit fordítani, de hogy igazából ez nem érdem, vagy ez... Nem lehet lefordítani, mert... Nem lehet lefordítani az alapján, amit erről hallottunk, ez a fogalom maga nehezen érthető, az, hogy minden valamiben lakik ez a kami, és ez... Igen, mert nekünk már eleve már a szavaink is ilyen keresztények ezzel, hogy Isten, lélek... Jó, a szellem az tök más, de attól függetlenül ezek mind eleve igen, már ilyen... Hú.
az azt mondja, hogy jó, a boszorkány az ember, aki viszont nem mondja. Na, ezt megbeszéltük.